Ennek az esztendőnek a húsvétja különös körülmények között zajlik. Mindig úgy várja az ember, a hívő ember, a keresztény ember húsvét ünnepét. A nagybőjt 40 napján keresztül, nem csak a bőjtben, az imádságokon keresztül, hanem az önmegtagadások, a bűnbánat gyakorlása, a szeretet gyakorlásán keresztül fogékonnyá teszi szívét és lelkét, hogy eljöjjön virágvasárnap, a nagy hét. A nagy hét kiemelt szent napjai, a szent három nap is, jöjjön el húsvét ünnepe. Az ember mint egy kézzelfoghatóan tapasztalja meg, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta oda érte. Végigéljük Jézussal ezeknek a csodálatos napoknak minden eseményét, és elmélkedünk azon, hogy mindez én értem történt, és mindannyiunkért. Mégis ennek az esztendőnek ez a húsvétja különös körülmények között zajlik. Hiszen rászakadt a világra egy parányi kis vírus, amelyet szemmel nem is látunk, de amely képes volt arra, hogy az emberi társadalmat így összekuszálja, hogy kénytelenek legyünk visszavonulni, elzárkózni egymástól is, elzárkózni a közösségeinktől, és valahogyan belül, lelkünk legbenseiben próbáljuk megélni azt, amit máskor a liturgia segítségével olyan szépen és pompásan tudtunk megtapasztalni. Ezek a napok most rádöbbentenek bennünket arra, hogy milyen nagy kincs is az, hogy szentáldozáshoz járulhatunk, milyen nagy kincs az, hogy hétről hétre, vagy ha tetszik napról napra, hallgathatjuk Isten titkát, hallgathatjuk Isten örömhírét, hallgathatjuk a kinyilatkoztatást. Ennek az esztendőnek sajátos ajándéka az, hogy most meg akar szabadítani bennünket az Úr mindattól, ami eddig olyan magától értetődőnek tűnt, és meg akarja mutatni igazi szépségében, igazi értékében azt, ami az ő szeretetének ajándéka mindannyiunk számára. Azt hiszem, hogy amikor majd húsvétot ünnepeljük, mindannyiunk lelkében ott fog égni a vágy a közösség után, a liturgia után, ott fog élni a vágy, hogy az egyház életének teljes közösségében részt tudjunk venni a közösség megélésében, a kommunióban, a szentáldozásban, azokban a kegyelmekben, amelyek nélkül olyan nehéz az embernek Krisztust követni, és olyan nehéz a keresztény életet annak mindennapjaiban gyakorolni. Mégis úgy gondolom, hogy ez a húsvét éppen ezért lesz nagyon emlékezetes, éppen ezért lesz kegyelmekben nagyon gazdag, és mindazoknak a számára, akik hajlandók meghallani Istennek a szándékát, és megértik, hogy az Istennek mindennel van valami terve, mindennek van valamiféle olyan lehetőség, hogy bennünket ő hozzá közelebb visz, ha ezt megértjük, fölfogjuk, ha ezt keressük, akkor éppen úgy, mint Prohászka püspök, mint Boldog Apor Vilmos, mint Szent II. János Pál pápa, mindenen keresztül, mi is ennek az évnek húsvétján keresztül közelebb kerülünk a Jóistenhez. Adja az Úr, hogy bennünk az ő kegyelme ne legyen hiába való, növekedjen bennünk az Istentől kapott szent kegyelmi élet, hogy ezt az életet tudjuk megosztani, tudjuk másokban erősíteni, és tudjunk másokkal együtt az Atyai Ház örömébe eljutni. Szívből kívánom, hogy ebben az esztendőben ezek a szent napok legyenek Isten kegyelmével és a szűzanya oltalmával áldottak, mindnyánk számára legyen kegyelemteljes, szent és boldog, békességes húsvét szent ünnepe.